Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és már is mondom, hogy mi minden lesz a mai műsorban. Ha minden szentek napján hó esik, nem olvad el márciusig. Ha Katalin kopog, a karácsony locsog. Jeles napok, népszokások novemberben. Kisvártatva itt lesz Tátrai Zsuzsa, néprajztudós. Aztán, ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli múltját, nézd meg a temetőit. Gróf Széchenyi István szavait idéztem. Vendégünk a Minden Szentek és a Halottak Napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete képviseletében Dankó Dalma, a Kegyeleti Múzeum vezetője és Somogyi Tibor szolgáltatási igazgató. Majd pedig Berlin, 1930-as évek izgalmas város, a mulatokban repkednek a harisnyatartók, Schneider kisasszony panziójába megérkezik Amerikából egy fiatal író, és abban a pillanatban szerelmes lesz. Hatalom, pénz, politika, avagy van-e tisztesség ezekben a nehéz időkben? Kabaré, a világhírű musical a Turay Ida Színházban. Kezdünk! Szeretettel köszöntelek, mint a Hatos csatorna állandó szakértőjét, és engedelmeddel egy nézők nevében is átnyújtott gratulációval kezdem. Azt mondja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem arany oklevelet adományoz dr. Tátrai Zsuzsanna úrhölgynek. Oklevele megszerzésének 50. évfordulója alkalmából, valamint sok éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként. Itt a díszoklevél a dékán és a rektor aláírásával, és mindez röviddel ezelőtt, néhány nappal ezelőtt történt. Hát azt hiszem, hogy a megbecsülésnek ez is egy nagyon fontos jele. Nagyon szépen köszönöm. És ahogy azt szoktuk mondani hónapról hónapra, hogy milyen gyorsan mennek el a hónapok, hát azt kell mondanom, hogy az évek ugyanilyen gyorsan mennek el, és ez az 50 év is rendkívül gyorsasággal ment el. Ami szépé tette, az, hogy azokkal az emberekkel, akikkel az aranydiplomát megszereztem, néprajzos kollégákkal együtt dolgoztam. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy több mint 50 éve ismerjük egymást, és szeretjük, és ez nagyon nagy dolog. Nagyon-nagyon jó. És akkor, ahogy mondtad, hogy gyorsan elmennek a hónapok, hát ugye itt vagyunk novembernél, ami a rómaiaknál a 9. hónap volt, és nem nehéz kitalálni, hogy a nyelvükben a novem az 9-et jelentett. De hát itthon inkább úgy hívják, hogy őszutó, meg enyészethava, meg disznótorhava, de azt még direkt megnéztem, hogy Szent András hava a régi magyar katolikus neve, és nem véletlen, hiszen András nap van a hó végén valamikor, azt hiszem 30-án, ugye? Így van, és egyébként most még Katalin napig benne vagyunk a kisfarsang idejében, ugye múltkor is beszéltünk róla, amikor még lehet mulatni, lehetett szórakozni, és ilyenkor kötöttek nagyon sokan házasságot is, mert a kisfarsang ideje arról is szólt, és Katalin nappal azután ez az időszak lezárul, és hamarosan ugye akkor már jön András nap, és András nappal pedig elkezdődik a karácsonyi advent időszaka. Bizony. De erre már bennünket a kereskedelem szeptember vége óta figyelmeztet, mert azóta már látjuk a mikulásokat, a karácsonyi előkészületet, nem lehet elég korán elkezdeni. Nem, persze, de hát rekordok is születnek, mert emlékszem, mikor húsvét táján beszélgettünk, akkor január végén megjelentek a bevásárlóközpontokban a nyuszik meg a csokik, de Katalin, ha Katalin kopog, a karácsony locsog. Szóval itt is megvannak azért ezek a gyönyörű szép mondatok, de a Katalint és az Erzsébetet nagyjából egyformán szokták emlegetni. Az egyik 19-e, a Katalin meg ugye 25-e. Nem véletlenül kerültek ezek ugye egymás mellé, gondolom. Egyébként mind a két név, mind keresztnév is rendkívül gyakori volt, és rendkívüli módon szerették az emberek. Manapság még talán Katalinra keresztelnek gyerekeket, Erzsébetre kevésbé. Az már kevesebb van, igen. És a leggyakoribb nevek közé tartoztak, amit mindig el szoktam mondani, mert annak a szentnek az oltalmába ajánlották azt a kislányt. Azért nevezték el Erzsébetnek vagy Katalinnak. Egyébként ez a szegény Katalin, és akkor szinte mindig van olyan, aki vértanú, és ezért mondom, hogy ez a szegény alexandriai Szent Katalin, hát ő is azt hiszem elég kínos körülmények között végezte be életét. És ő a lányok számára, meg a fiúk számára is házasságszerző szent. Úgy tartják nyilván a néphagyományban, ugyanis Katalint eljegyezte a hagyomány szerint
még kis Jézus mennyasszonyává, és ezért fordultak hozzá a lányok is, de a fiúk is, mint házasságszerző szenthez. Uh-huh. Ugye Katalin napkor, hogyha gyümölcságot tesznek a vízbe, és az karácsonyra kivirágzik, akkor úgy gondolták, hogy az az illető férjhez megy. Uh-huh. A fiúk pedig valahonnan szereztek leány ruhaneműt, uh-huh. azt a párnájuk alá tették, igen. és úgy gondolták, hogyha Katalin napkor ezt a párnájuk alá teszik, uh-huh. akkor éjszaka megálmodják, hogy ki lesz majd a jövendőbeliük. De egyébként Erzsébetet azért is hoztam szóba, a Szent Erzsébetet, és hogy hát megkínozták, börtönbe került, és aztán a végén le is fejezték szegényt. Katalint. Vagy Katalint, Katalin. Igen, Katalin, bocsánat. Igen, ezek ugyanakkor állítólag egy rendkívül okos királylány volt, uh-huh. éppen ezért egyetemeknek is a védőszentjévé vált, egy nagyon-nagyon népszerű szent Katalin. De mondom, hogy a néphagyományban az időjárás jóslás miatt tartjuk uh-huh. őt számon, igen. és a férjóslás miatt. Uh-huh. Hát természetesen november kihagyhatatlan minden szentek napja, illetve a halottak napja. Hát egészen pontosan ugye a halottak napjának a vigiliája a minden szentek napja. Nagyon érdekes egyébként az, hogy ebben a vidám időszakban, mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy kisfarsang ideje, itt van ez a két nap, amikor meg a halottakról emlékezünk meg. Egyébként is a legtöbb ünnepen úgy van, hogy valahogy az élők meg a holtak valamiféle kapcsolatot kell, uh-huh. hogy tartsanak. Ha engem kérdeztek volna meg annak idején, hogy melyik nap legyen a szünnap, én azt mondtam volna, hogy mind a kettő. Mind a kettő, igen. Mert a 19. században már halottak napja vigiliája lett minden szentek. Uh-huh. Minden szentek katolikus ünnep. Igen. Azokról a szentekről szól, akik uh-huh. nincsenek benne név szerint a naptárban. És 9. század óta létező ünnep, tehát nem egy újdonsült uh-huh. ünnep. És a halottak napja, az valamivel későbbi, az 11. században uh-huh. kezdődött, de a két ünnep, én úgy érzem, hogy napjainkban különösen erőteljessé válik, uh-huh. és egyáltalán a halott kultusz, a temető kultusz sokkal erőteljesebb, uh-huh. mint korábban persze. volt. Persze, és arra jutott eszembe, mondtad, hogy az élők és a holtak kapcsolata ilyen értelemben, hogy azt nem tudom, melyik vidéken vagy vidékeken, de az is szokás volt például a halottak napján, ha jól tudom, hogy a terített asztalnál a halottnak is terítettek. Így van, és nagyon érdekes, és ezt is sokszor beszéltünk már róla, hogy az embernek ilyen fura érzései vannak. Egyrészt szeretné viszont látni az elhalt uh-huh. hozzátartozóit, másrészt szeretné távol tartani őket. És igen. ez a kettőség benne van a néphagyományban. Gyakran sütöttek ilyenkor cipót, amit kivittek a temetőbe, és a kapuban ácsorgó koldusoknak adták, hogy ők ezért imádkozzanak uh-huh. a hozzátartozókért, hogy ne jöjjenek ki a temető kapun. Ugyanakkor, igen. mikor kimentek a temetőbe, kivilágították az otthonukat, hogy a hazajáró halott, aki ilyenkor hazatér, uh-huh. hogy körül tudjon nézni az otthonába, igen. sőt az asztalra kenyeret, vizet tettek, uh-huh. hogy étel is legyen az asztalon. Hát arról már nem is beszélve, hogy gyertyagyújtás. És a fény mindenféleképpen érdekes szerepet ez a gyertyagyújtás is, mert tulajdonképpen általában 200 éve és német eredetű uh-huh. a katolikusoknál kezdődött el a gyertyagyújtás. Én emlékszem rá, hogy még az idősebb generáció, protestáns idősebb generációnak eszébe nem jutott gyertyát vagy mécses gyújtani. Én ezt annak is uh-huh. tulajdonítom, hogy manapság bemegy az ember egy bevásárlóközpontba, vagy bárhova, uh-huh. tornyokban állnak a mécsesek. Igen. Aztán megkérdeztem a virágosokat, mert mindig meg szoktam őket kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy manapság egyre több mécses tesznek egy sírra. Uh-huh. Mert régebben valahogy én úgy gondoltam, hogy egyet tettek, hát uh-huh. ami a halott lelkét képviselte. És most akkor miért? Most az odalátogatót képviseli. Ja, értem. És tulajdonképpen uh-huh. mint egy ajándékot viszik uh-huh. a sírra. És érdemes majd megfigyelni, hogy vannak olyan sírok, amik szinte elborítja
a különböző nagyságú és különböző mécses. Na most, hogyha már említetted, hogy ünnepnap, 2000 óta munkaszüneti nap egyébként minden szentek napja. Már ilyen régóta. Igen, de ide is, hogyha már Katalint említettük, ha minden szentek napján hó esik, nem olvad el márciusig. Tartja a népit. Hát most megint csak ott tartunk, amit már sokszor megbeszéltünk, hogy ez az ősz sem olyan, mint a többi szokott lenni. Hát ezt majd meglátjuk, de... Gazdasági nap is tulajdonképpen. Igen. Tehát minden szentek is, ugye ezek a napok még mind a pásztorkodással is összefüggésben voltak, a gazdálkodással, a cselédfogadással, és Márton napon is, ugye, nagyon fontos határnap volt, de minden szentek napja is fontos határnap volt, igen, ilyen szempontból is. Hát Márton, Szent Márton, ugyebár hát erről nagyon sokat beszélnek, írnak, és nagyon sokan tudják, mert kérdeztem én is ismerősöket is, hogy tulajdonképpen amikor a libák elkezdtek gágogni annak idején, még az ókorban Rómában, és akkor a liba gágogásra ott összejöttek, és tulajdonképpen a libák mentették meg a Kapitóliumot a gallusoktól. Így van, hogy ez aztán áttevődött valamilyen módon Szent Mártonra is, igen, aki pedig a püspökké választása elől bújt el a libaholba, és a libák gágogása hívta fel rá a figyelmet, és így választották aztán Túr városának püspökévé. Igen. Szent Mártonhoz nagyon sok érdekes legenda is fűződik, hogy egy fázó koldusra terítette a fél köpönyegét, és ez a fázó koldus nem volt más, mint maga Jézus, aki álmában megjelent, és ő kilépett akkor a hadseregből, mert egy római katonatiszt fia volt, és elkezdett téríteni, keresztényé vált, és Szent Mártonhoz és Márton naphoz nagyon sokféle hagyomány fűződik. 11-e csak amit a rendkedvéért. Amit aztán a gasztronómia is, ugye, fontos eseménye, mert ilyenkor a régi hagyomány szerint is, hogy aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. Így van. Így tartják, és a liba csontjából jósolni szoktak. A melcsontból? A melcsontból. Ha hosszú és fehér, akkor az hosszú és havas telet jelent, ha pedig rövid és barna, az azt jelenti, hogy sáros, enyhe tél lesz majd. Igen. És azt is szokták mondani, hogyha Márton fehér lovon jön, tehát hogyha november 11-én havazik, akkor enyhe idő lesz majd, de hogyha barna lovon jön, tehát enyhe, sáros idő van, akkor meg nagyon hideg tél várható. Hát kíváncsian várjuk. Na most végül is András napot említettük az elején, mert hogy ugye Jézus tanítványa volt, de... Nagyon sokan, amikor átmennek a kereszteződésnél, a vasúti kereszteződéseknél, és ott van az András kereszt, akkor nagyon sokan nem tudják, hogy végül is ez az András kereszt honnan ered. Hát mert hogy Szent András így szenvedett vértanú halált, egy ilyen formán összeácsolt kereszten. András nap meg... Hát egy nagyon profán dolgoknak a kezdete, a disznóölésnek a kezdete. Ez az. És... András nap a legfontosabb házasságjósló nap. Nyilván ezt is a naptári elhelyezkedése okozza. Ja, mert hogy a vége. De a szláv népeknél is, és Magyarországon is a magyar leánykák ilyenkor próbáltak jósolni a legkülönbözőbb módon arra, hogy vajon mikor fognak férhez menni, ki lesz a jövendőbeliük. Meg milyen irányból jön. Milyen irányból, például megrúgdosták a disznólat, hogy akkor a disznó hányat röffent, és abból következtettek arra, hogy hány év múlva mennek férhez, igen, vagy a kutyaugatást figyelték, hogy majd abból az irányból jön az illető. Tehát azért a fantáziája mindig is megvolt a leányzóknak. A házasságjóslás. A házasságjóslás. De a másik, hogy én nagyon sokan meg, én is úgy tudom, hogy az ólomöntés, az mindig szilveszterkor szokták csinálni, de állítólag András napkor is van ólomöntés. Azért, mert ilyenkor már elkezdődött a fonó. Ugye a fonó volt régen a nők számára a legfontosabb téli munka, igen, ugyanis maguk termelték a kendert, a lent, és ők maguk fonták, sodorták a fonalat hozzá, és a fonóban voltak lányfonók, ahol csak lányok, igen, vettek részt, ott a lányok együtt végezték el a gombócfőzést, tehát azt, hogy ezt, amit szintén szilveszterkor is szoktak, hogy minden gombócba egy-egy férfi nevet rejtenek, és amelyik elsőnek följön, kikapkodták, igen, úgy gondolták, hogy abban van bent a jövendőbeli neve.
és olmot öntöttek, és az ólomnak a formájából, ugye hideg vízbe cseppentették az ólmot, és abból egy ilyen, valamilyen forma jön létre, és abból következtettek az illetőnek, a jövendőbelinek a foglalkozására. Igen. Hát, azon gondolkozom, hogy kit nem mondtunk még. Hát, Szent Hubertus is van. Méghozzá harmadikán, úgyhogy hát, ott is valami útra való térésről tudok, hogy szarvas látott, és akkor megjelent előtte Krisztus, vagy valami ilyesmi volt. De itt tulajdonképpen az az érdekes, hogy ez alatt az egy hónap alatt is mi minden megváltozik. Igen. A hónap elején a Minden Szentek Halottak Napja a halottakkal való András kapcsolatról szól. Ugye Minden Szentek és Halottak Napja közti éjszaka úgy tartották, hogy a halottak miséznek. Aha. És ha ezt élő ember részt vesz ezen, az hamarosan meg fog halni. Érdekes módon ugyanezt karácsonyi éjféli misével kapcsolatban, vagy éjféli utáni misével is fölemlítik. És akkor utána Márton is az életről, az evésről. Szent Márton az új bornak a bírája. Tehát olyankor szokták megkóstolni az új bort. Erzsébet Katalin a névnapokról, és névnapokon is azért a női névnapokat is megtartották, és András napkor még, Katalin napkor még a báloknak is megvolt a helye, Katalin báloknak, de András napkor már elkezdődik az elcsendesedés, és az advent időszaka. De azért még ott van a disznótor, hogy minden esetre azért ne legyünk annyira elkeseredve, hogy még mindig van lehetőség arra, hogy az emberek együtt legyenek, mert azért ezek az ünnepek és szokások mind arról szólnak, hogy ezt nem magunkba és egyedül üljük meg, hanem arról, hogy közösség vagy együtt legyünk. Így van. No, hát én nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondtál, és gondolom, és nagyon remélem, hogy decemberben is folytatni tudjuk sorozatunkat, és hát mindenkinek közösen gondolom felhívhatjuk a figyelmét arra, hogy érdemes odafigyelni ezekre a jeles napokra. Az nem biztos, hogy valaki észreveszi, hogy milyen lovon jön az illető, fehér lovon, vagy barna lovon, de ahogy mondtad, nem csak az, hogy Márton napján libát kell lenni, hanem érdemes ezek szerint megnézni a mellcsontját is. Köszönöm szépen, Zsuzsa, és még egyszer a nézők nevében is gratulálok. Köszönöm szépen. Engedelmetekkel egy Széchenyi István idézettel kezdem a beszélgetést. Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli múltját, nézd meg a temetőit. Azt hiszem, hogy most ezekben a napokban nagyon sokan meglátogatják a sírkerteket mindenhol, és így például a Fiumei úti sírkertet is, ahol nagyon sok program van, és még az is hozzátartozik a történethez, hogy egy-két évvel ezelőtt egy kicsit átalakult a szerkezete, úgyhogy essünk túl a hivatalos részeken, már csak azért is, mert 2016-tól Nemzeti Örökség Intézete címen lehet megtalálni. Hogy történik ez, és mi minden tartozik ez alá? Tehát, ahogy mondtad te is, 2016 májusától a Nemzeti Örökség Intézete látja el a vagyonkezelési feladatait a Fiumei úti sírkertnek, azért, mert az a döntés született, hogy a Fiumei úti sírkert legyen egyfajta emlékezetközpont, ahol ugye a múlt örökségét megőrizzük és átadjuk az eljövendő nemzedékeknek. Ezt szolgálja valamennyi beruházás, a programok és minden olyan esemény, ami történik azóta a sírkertben. Elnézést, hogy nem a hölgyel kezdtem, de nem először találkozunk itt a stúdióban, és ott van most is a Kegyeleti Múzeum, és nyilvánvalóan a Kegyeleti Múzeumban nagyon sok olyasmit meg lehet nézni, és nem csak ilyenkor Minden Szentek és Halottak Napja táján, hanem máskor is, ugye állandó kiállítás is van, vagy lesz. Nagyon örültem az idézetnek, amit választottál, ugyanis pont ezt használtuk föl egy mondatszallagként, illetve egy falmatricaként a most megnyílt állandó kiállításunkhoz, mint egy mottógyanánt, de nagyon sokszor egyébként különböző megemlékezéseken is a sírkertben, ami egyébként nemzeti emléke is a Fiumei sírkert, tehát a sírkerti megemlékezéseken is gyakran elhangzik ez az idézet. És hát ugye
teljes mértékben tükrözi a szellemiségét is, ugye a Sírkertnek, mint a múzeumnak. A múzeum igyekszik az új kiállítással, ugye legutóbb, amikor találkoztunk, akkor sokat beszélgettünk így a temetkezés történetről, hagyományokról. Igen. Most is megmarad ez, de sokkal erőteljesebben kapcsolódunk az emlékezethez, úgy, mint ahogy a Sírkertnek is, illetve hát az Örökség intézetének is ez a fő feladata. Tehát igyekszünk összehangolódni, és a mostani állandó kiállításunk nagyon érdekes, hiszen ráfókuszál arra az időszakra, a polgári gyászkultúrára, illetve a nagy temetések időszakára, amelyek többsége éppen itt a Fiumejúti Sírkertben végződött. Ugye itt nyugszanak azok a hírességek, akiknek a fantasztikus síremlékeit, mauzóleumokat meg lehet csodálni nálunk, és megnézni, megismerni közelebbről az ő életüket is, illetve a temetésük történetét. Akkor erre még visszatérünk, de menet közben még annyit, hogy arról jutott eszembe, hogy jeles, nagyszerű embereket rejtenek, hogy úgy mondjam, a sírok, és az első, ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, igencsak jeles személyiség Vörös Marti Mihály volt, akit ott temettek el, méghozzá 1855-ben, de hát sorolhatnánk itt Ady Endrétől kezdve Arany Jánosig nagyon sokan, és ezeket a sírokat ki gondozza? Most azért is mondom, mert hogy átalakult itt egy kicsit szerkezetileg a dolog, ha bemegy az ember egy temetőbe, ott vannak gyönyörűen gondozott és kevésbé gyönyörűen gondozott sírok, de ha most például itt tartunk, hogy valaki ott van Jókai Mórnál, milyen állapotban vannak nagyszerű embereink, elődeink sírjai? Én azt gondolom, hogy a Fiumejúti Sírkertben lévő jeles elődeink sírjai azok jó állapotban vannak. Erről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik, hiszen ezek védett sírok. A Nemzeti Sírkert részei, és itt ugye rögtön tisztázni kell azt, hogy a Nemzeti Sírkert az nem azonos a Fiumejúti Sírkerttel. Ez egy virtuális jellegű temető, valamennyi temetőben lévő sírhely oda betartozhat, hogyha a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság úgy dönt, hogy védetté nyilvánítja. Uh-huh. Itt a Fiumejúti Sírkertben is közel 1300 olyan sírhely van, amely védett, és ezeket a nőri kiemelten gondozza. Mármint a Nemzeti Örökség Intézete. A Nemzeti Örökség Intézete. Így van, hogyha szükséges, vagy valamilyen olyan jeles eseményhez kapcsolódik, akkor felújítja a sírokat. Ugye meg kell említeni, hogy egy pár éve fejeződött be a Kossuth mauzóleum teljes renoválása, amely több mint 420 millió forintba került, és gyakorlatilag teljesen kicsomagolták a mauzóleumot, és belül is felújították a mozaikot. A Kegyeleti Múzeum, és amit említettél, a kiállítások, azok azért is nagyszerűek a szó legjobb értelmében, mert olyan dolgokkal is meg tudnak ismerkedni az odalátogatók, amikről hát szóval nem nagyon tudnak, mert hogyha most az jut eszembe, hogy képsorok például Kis János altábornagy temetéséről, akkor hát ahogy az ott kinézett páncélba, meg mit tudom én mibe, vagy nagyjaink és a különféle temetkezési szokásokról, amik nem egyformák Európában, meg mondjuk Ázsiában, akkor ezt is meg lehet tudni, de a gyász színei, a fehér meg a fekete az nagyjából stimmel, de a piros vagy a vörös is ott van, az hogy kerül oda? Igazából így piros vagy vörös ilyen értelemben különálló színként nem értelmezhető. A néprajzi gyűjteményünk része rengeteg különböző magyar lakta településről származó viseletegyüttes, gyászviselet, illetve gyászszal kapcsolatos kellékek, és ezeknek a textil alapanyagú gyászkellékeknek, ugye halottas lepedőknek, hideg lepedőknek, ezeknek a színeiben bukannak föl a piros, a sárga, a kék. Ezeknek mind szimbóluma volt nyilván tájánként eltérően, de nagyon lényeges azt kimondani, hogy a polgári gyászkultúra irányából érkezett a fekete szín és terjedt el, úgymond a nép körében. Nálunk nagyon sokáig, ugye ahogy említetted is, a fehér egy Ázsiából hozott örökség volt, egy pogány hagyomány, és a legtovább ugye Csökölyön, a Somogy megyei Csökölyi községben, ami Koppány ősi földje, ott maradt fönt egész az 1930-as évek végéig. Na most a fehérbe gyászolók, illetve fehérbe önmagukat temető csökölyi asszonyok, tehát a halottas ruhájuk is fehér volt, egyfajta gyászkultúrát testesít meg. Az ettől eltérő és más vidékeken való gyászkultúrában valóban a színek megjelentek, és méghozzá
gyakorlatilag azért, mert nem is igen volt külön gyászviselet. Értem. Tehát volt az ünnepi viselet, a hagyományos hímzett ünnepi viselet, és ennek még nyilván egy kis kiegészítő kelléke volt, ami utalt a gyászra, egy fekete jelzés, egy fekete hímzés a kézzel ön alkalomattán, vagy pedig, hogyha mondjuk a színszimbolikánál maradunk, mondjuk a nyárádi két sormintás hideglepedő azért egy nagyon érdekes dolog, hiszen ott maguk a szimbólumok, a motívumok és életfa, páva, ugye az életet igenlő, ugye a feltámadást erősítő, ebbe való hitet erősítő motívumokat hímeztek az asszonyok ezekre, és a színük ugye a kék a férfit jelenti, a rózsaszín a gyermeket, a sárga a nőt, gyakorlatilag az élet teljességét, magát, így az életet. Érthető. Egy mondatos választ kérek, a gyászé miért egy év? Azért, mert egyszer minden ünnepet végig kell úgymond sírni, vagy túlélni, ahhoz, hogy utána tovább mehessen az élet, a szeretünk nélkül. Még a szertartásokról is kérdezek, de előbb szaladjunk vissza, méghozzá a programokra, mert annak idején, mikor 2005-6 valamikor ilyen kulturális események voltak, és arra még emlékszem is tulajdonképpen, hogy a Huzella Péterék voltak ott, meg a Kaláka, és ilyesfajta programok. Mostanában és 2018-ban is vannak hasonló programok, és egyáltalán milyen programok vannak? Vannak, abszolút vannak, sőt arra törekszünk, hogy egyre több legyen. Tehát például most az Emlékhelyek napján, vagy a Múzeumok éjszakáján az Árkád sor két észak és déli oldala között lévő főúton volt koncert, ahol a zuglói filharmonikusok adtak koncertet, és nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, nagyon sokan voltak kint. És ez egy különleges hangulat, mikor a sírkertben ugye egy koncert hangzik. Ami tulajdonképpen ugye már nem egy köztemető, tehát azért nem sért másoknak a kegyelet érzéseit. De az Emlékhelyek napján például volt olyan Emlékhelyek napja, amikor néptánc volt a megnyitón. Igen. És nagyon pozitív visszajelzések voltak. És most az idén ilyenkor halottak napja, minden szentek napja táján? Idén is lesz, idén is központi kegyeleti megemlékezés keretén belül szeretnénk tisztelni a halottak emléke előtt. Mága Zoltán zenekara november 1-én 17 órától segít az emlékezésben. Úgyhogy ez lesz az idei központi megemlékezés. Hát az mindenféleképpen nagyon jó, és azt hiszem, hogy éppen te nyilatkoztad valahol, hogy meg kell becsülni halottainkat mindenféleképpen, de visszatérve az előzőre, hogy ezek a bizonyos, és most már nem a színekre gondolok, temetkezési szertartások vagy szokások, azok hogyan változtak? Azt értem ez alatt, hogy nem mindegy, hogy eltemetnek egy nagyon híres, neves személyiséget, mondjuk Rajk Lászlót 1956-ban, és nem hasonlítás vagy összehasonlítás kedvéért, vagy eltemetnek egy fiatal lányt, mit tudom én, egy szűzlányt, vagy pedig a polgáriról jutott eszembe, amit mondtál. Hát most nem akarom itt butasággal terhelni az agyatokat, de divatbemutató is volt annak idején, mert a hölgyek úgy öltöztek, hogy ha jól emlékszem, még divatlapoknak is volt gyász melléklete, és hát most az túlzás, hogy show, de hát mint egy rendezvény olyan volt. Ez manapság hogy van? Ez a sokféleség. Manapság szerintem ez sokkal visszafogottabb, és nem biztos, hogy ez jó. Abban az időben, amiről beszélsz, a polgári gyászkultúrának ez a virágkora, ez a 19. század közepe, 20. század közepe, gyakorlatilag a legnagyobb ünnepé volt, leginkább megünnepelt életesemény, amire a legtöbb pénzt költötték az emberek. Ennek nyilván történelmi oka is van, akár Trianon, akár egy nemzeti gyász, akár a nemzeti összetartozás erősítése sorolhatnám, de Mikszáth Kálmán az Öreg Prikrenéni című novellájában is írja, hogy az Öreg Prikrenéni házmesterként kiáll az utcára, nézi a nagy temetési meneteket, a hatalmas, gyönyörű földíszített gyászkocsikat, és mondja, hogy neki már megvan a kis pénze, kategóriák szerint ugye a temetkezési vállalkozók nyújtották ezt a fajta szolgáltatást, amit említettél, és valóban volt divat, de ez nem tiszteletlenség, ez nem elviccelése volt a halálnak, hanem éppenséggel kétszer ugyanazt a ruhát temetésre nem illett fölvenni, hanem a legutolsó divat szerint a divat magazinok gyász mellékleteiből varrattak, illetve rendeltek ruhát a hölgyek, akiket egy-egy ilyen temetésen elvártak, hogy megjelenjenek. Úgyhogy hatalmas ünnepségek, pompa temetéseknek is hívjuk ezeket, és nyilván meg különböztetjük
a pénztárca szerinti úgymond polgári vonalat, illetve azt, amikor az állam a nemzet halottjává nyilvánított valakit, és ott aztán igazán hatalmas ünnepségeket rendeztek, emlékezetes gyászünnepségeket. A koporsókon is meglátszott ez, mert nem egyformák nyilvánvalóan, ezért említettem, hogy egy fiatal lány temetnek például, vagy pedig egy nagyon jeles közismert személyiséget. A koporsó divat, ugye ez is nyilván divat, változik, tehát amit mondjuk egy, akit említettél, ugye régi beszélgetésünk kapcsán, az a szlovákiai koporsó fedél volt, ami csupasz szín, gyönyörű motívumok, és valóban egy érdekes felirat van rajta, hiszen utal a lány ártatlanságára. Az nem feltétlenül a nagyvárosi polgári temetésnek a kelléke volt. Egyébként azon belül pedig ugye évenként, vagy hát mondjuk így inkább 10 évente vannak nagyobb váltások, vagy voltak a koporsó divatban, gondolom én, de nagyjából nem az volt a főszereplő mindig maga a menet volt, amihez a virágcsokrok, a hintó, a fogatolás és a megjelenteknek az öltözéke tartozott hozzá. Az előbb, amikor említettem, hogy ki gondozza a sírokat, már akkor akartam kérdezni, hogy annak idején, Ybl Miklóstól kezdhetném, nagyszerű emberek, művészek készítettek síremlékeket. Manapság, amikor megszületik a döntés, hogy valaki ott nyugszik, és meg kell csináltatni egy-egy síremléket, és nem egy fejfát, csak akkor hogy történik ez most? Ki rendeli meg, vagy egyáltalán jeles művészeink alkotnak-e manapság még ilyeneket? Igen, alkotnak, bár tény, hogy azért most már más lett a... Hát, itt is beszéltünk tulajdonképpen divatról, bár ez egy lassabban változó divat, de hogyha mondjuk megnézzük Mádl Ferencnek a sírkövét, ugye, ami egy üvegtű, az már teljesen más, mint egy hagyományosan megszokott sírkő. Hát ezek művészi alkotások. Abszolút művészi alkotások, és ugye általában a családok azok, akik ezt megrendelik, tehát nem állami megrendelésre készülnek a sírkövek, az a tapasztalat, hogy azért ők szeretnek művészi segítséget igénybe venni, hogy egyedi legyen, hogy szép legyen, hogy kicsit elüssön attól, mint az átlag sírkő. Még egy, ami talán nem egészen ide tartozik, de hát temetőkről lévén szó, hogyha valakinek lejár a bérlete, a sír bérlete, ezt az egyik ismerősöm mondta, hogy feltétlenül kérdezzem meg, akkor a temető, vagy a temetkezési vállalat, vagy ki értesíti az illetőt, hogy tessék szívesen odafigyelni, mert nem tudom, ekkor és ekkor lejár. És meg kell újítani. Igen. Ugye a Nemzeti Örökség Intézete csak a fiumejúti sírkert tekintetében. Igen. Releváns, de hát nálunk a filmejüti sírkertben nem kerül felszámolásra a sír. Na jó, akkor... És pont, tehát igyekszünk arra, hogy megmaradjon a sírkertnek a jelenlegi képe. Épp ezért nincsenek temetések, ha csak nem ugye valamilyen kiemelkedő szemét temetünk a történelmi részébe. Egyébként pedig Budapesten, ugye a Budapesti Temetkezési Intézet ZRT, a többi temetőnek a tulajdonosa, őt önkormányzati rendelet kötelezi arra, hogy levélben értesítse a hozzátartozót. Ez az. Ami nyilvánvalóan nem egyszerű, hiszen itt 25 év után már gyakran változik a személyek, illetve a személyek és a címek. Nagyon sok helyen és sok temetőben is lehet olvasni a különféle feliratokat a fejfákon. Nagyon sokféle van, de ezt azért hozom szóba, mert annak idején még, ha jól tudom, akkor divat volt megrendelni mindenféle szövegeket, hogy miket írjanak oda, és nevető fejfák, hát ilyenek is vannak. Én egyet fölírtam, azt mondja, itt nyugszik Szűz, Hajadon Jámbor, siratja egyetlen fia Sándor. Szóval nagyon sok ilyen van. Mostanában is divat még esetleg ilyeneket rendelni, vagy hol az a határ, amit még ki lehet írni, hogy ne csak az legyen, hogy itt nyugszom, én olvasott te. Én megmondom, hogy nem tudok olyanról, hogy ma lenne ez divat, és egyébként a nevető fejfáknál is az az érdekes, hogy azt nem feltétlenül írták föl a fejfákra, hanem az volt a szokás, hogy amikor, sőt, ami még elképesztőbbnek tűnik, hogy magában a temetésről kifele jövet, a kántortól soronként 30 krajcárért lehetett megrendelni ezeket a vicces rigmusokat. Részben ugye vigasztalás célra, részben nem feltétlenül volt olyan szoros viszonyban mondjuk a közösség minden tagja az illetve. Úgyhogy volt olyan, aki egy orvost számára rendeltek meg egy vicces rigmust, ami, tehát nem tudom most versbe szedve mondani, de a lényeg az volt, hogy de jó lett volna, ha kicsit hamarabb hal meg az orvos, mert akkor a körzetébe tartozó betegek közül többen életben maradhattak volna. Ez tehát jó. Ilyenfajta gúnyolódó, tréfálkozó, viccelődő,
és ezért hívjuk őket összefoglaló néven nevető fejfáknak, és valóságban ezek nem kerültek föl a fejfákra, elvétve persze előfordulhatott, hanem ez egymás szórakoztatására volt, illetve ilyen módon is megemlékeztek az elhunytról, a halálának a körülményeiről. Egyébként egy nagyon szélsőséges formája ennek a szaploncai temető, amelyben Ian Petrescu kezdte el, és most már azt hiszem UNESCO által védett ez a temető. Gyakorlatilag színes, gyönyörű ábrázolásokat lehet látni, festményeket a sírokon, ahol maga a temeti, a halálnak a körülménye van ábrázolva, mondhatni egészen mókásan, nem csak a látvány színes nagyon, ugye ezek egyforma sírjelek, hanem az is, hogy például egy hölgy talált egy biciklit, és elüti egy autó, és ezt látjuk a sír jelen. Tehát ezt is ebbe a kategóriába lehetne sorolni. Ugyanakkor azért azt fontos hangsúlyozni, hogy bármilyen kultúráról, bármilyen eseményről beszélünk, azért magát, tehát valaki a hozzátartozóját elveszíti, abból soha nem lehet gúnytűzni, nem is lehet nevetségtárgya, viszont az, hogy az embereknek örökké igénye kultúrától és kortól függetlenül az, hogy kicsit gúnyolódjon a halála, kicsit alkudozzon, hát ha ezáltal, hogyha nevetségessé tesszük, le is tudjuk győzni. Igen. Ugye ez egy örök illúzió, örök remény. Igazából ezek a fajta kultúrák, vagy temetkezési szokások, gyászszokások ebbe a csoportba sorolhatók, így magyarázhatóan. Zárásképpen csak annyit, ami teljesen gyakorlati kérdés, hogy a Fiumei úti sírkert mikor látogatható, hogy van nyitva? Minden nap nyitva van, természetesen az ünnepek alatt hosszított nyitvatartása 7-től 20 óráig, de az ünnepeket megelőzően és utána és azokban a napokban is 18 óráig nyitva lesz. És november 1-én és 2-án pedig a Kossuth és a Deák mauzóleumok is látogathatóak egész nap. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Kedves nézők, ahogy már az évszámot említettem, a korábbiakban Berlin 1930-as évek, Schneider kisasszony panziója a helyszín, táncos lányokkal, gyönyörökkel. Ide érkezik Amerikából egy fiatal író, és rögtön szerelmes lesz. Indul az izgalmas, szerelmes történet nagy-nagy fordulatokkal. Kabaré, a világhírű musical a Turaida Színházban. Stábunk természetesen ott volt a bemutatón. Szalai Zsolt, szerkesztőriporter, Horváth Gábor vezetőoperatőr és Mészáros Viktor kameraman. A kabaré összeállítás pedig Gerstenben Zsuzsi készítette. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Welcome, bienvenue, welcome. In cabaret, oh cabaret, choc cabaret. Meine Damen und Herren! A kabaré ennek a musical színházi műfajnak egy klasszikusát. Ugye a Broadway-on 40 évvel ezelőtt mutatták be, nagyjából 35 éve ismerjük a Liza Minnelli főszereplésével a filmet, amit az ember ugye az életében elég sokszor látott, én magam is. Ugye ez több színház, nagy színpadok műsorra tűzték, és hát egy isten kísértésnek tűnt, hogy ezt egy kis színházban, itt a Turaida Színházban műsorra tűzték, és amikor de Orvosi Ilona igazgató asszony megkeresett ezzel az ötlettel, aminek persze nagyon örültem, mert hát én imádom ezeket a zenés darabokat, és hát persze főleg egy klasszikus, akik rögtön elcsodálkoztam azon, hogy ezt hogy fogjuk tudni egy kis színpadon megoldani. Természetesen újra néztem a filmet, újra néztem az összes, tudom én, amerikai és európai 8-10 kabaré előadást videón, és gyakorlatilag én azt találtam ki, és ugye a díszlettervező maga az igazgató asszony, és ezelőtt legteljesebb mértékben egyetértett, hogy csináljunk egy olyan játékteret, ahol nincs színváltás, tehát egy olyan több funkciós, egy ilyen vas elemekből építkező és feldíszített színpadot, ahol fönt is, lent is szobák, ugye itt egy fogadóról van szó,
Én még azt is összevontam, hogy a fogadó és maga a kabaré, ami sok kilométerrel egymástól távol van az eredeti műben, ezt is összevontuk, tehát a kabaré az ennek a fogadónak a játéktere. Mindenki ismer mindenkit, mindenki ismerje a másiknak az élettörténetét. És így meg tudtuk oldani azt, ez egy kicsit filmes megoldás, hogy ha így különböző jeleneteknél soha nem csináltunk sötétet, és aztán a forgó majd beáll, főleg nem húztuk össze a függönyt, hanem a jeleneteket összemontíroztuk, tehát átúsztattuk a jeleneteket egyiket a másikba, és azt gondolom, hogy ez egy ügyes díszlet kialakításnak a segítségével sikerült. Ezzel nem csak a színváltozások problémáját tudtuk megoldani, hanem sokkal pergőbbé tudtuk tenni. Én Európát nem csavargom át, mert délre hosszú, éjszakra meg tág, mert sok férfiból áll nekem a világ. Olyanok, ilyenek, távolabb, közelebb, csak férfiak legyenek. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy eljátszhattam ezt a szerepet. Azt gondolom, hogy Sally Bowles minden színésznő álma, minden zenés színésznő álma, és nagyon hálás vagyok Darvas Ilonának, hogy elővette ezt a darabot, és hogy rám gondolt, mint főszereplő. Egy nagyon izgalmas próba folyamaton vagyunk túl, nem volt túl sok időnk, 4 hét alatt dobtunk össze, úgymond egy musicalt, táncpróbával, énekorrepetícióval, komoly prózai jelenetekkel együtt, viszont ez csak és kizárólag azért sikerült, mert talán mondhatjuk a hatalmas a mai premier után, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó előadás sikerült, mert egy olyan csapat gyűlt itt össze, olyan kollégák, akik itt állnak mellettem, és fönt vannak éppen is buliznak. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek, és tényleg, hogy olyan pillanatok születnek a színpadon, amik ritkák, vagy legalábbis nekem nagyon ritkán volt részem ilyesmiben. És még egy csodálatos dolog van benne, hogy édesanyámmal, Hüvös Völgyi Ildikóval együtt játszhatunk, és nekünk ez volt az igazi kőszínházi első közös bemutatónk, úgyhogy ez tényleg egy ilyen ajándék az élettől. Körte? Nem, körtét múlt szerdán hozott. Alma? Almát pénteken hozott. Almát pénteken hoztam. Igen. Nem tudom kitalálni. Ki nyissa ki? Schulz úr, hát ezt nem fogadhatom el. Nem, ez olyan különleges, olyan drága dolog, olyan luxuriőz. Istenem, nem szabad többi ananászt hoznia nekem, nem illik, nem. Ez olyan dolog, amit egy fiatal ember ajándékoz a szerelmének. Ja Istenem, egészen belepirultam. Nincs senki egész Berlinben, aki jobban megérdemelné ezt, mint ön. Én, ha tehetném, a szobáját teleraknám ananásszal. Én soha nem gondoltam volna, hogy valaha is a Schneider kisasszonyt eljátszom. A kabarit nagyon szerettem, de amíg a lányom nem lett színésznő, és nem jöttem rá, hogy ez neki nagyon való, addig ez tulajdonképpen nekem egy ilyen csoda volt a Liza Minnellivel, és aztán egyszer csak belecsöppentem. És
És rájöttem, hogy ez nagyon-nagyon izgalmas darab, és nagyon jó szerepek. Mindegyik egytől egyik. De mondjuk a miénk az aztán egészen rendkívül, ugye, mert hogy van egy darab, amiben végre a mi korunknak is megfelelő szerepek vannak, igen, és jó szerepek, amiben humor van, tragédia van, mindenféle húrokat meg lehet elhangzik az a szó, hogy házasság. Hát milyen gyönyörű az a dal, hogy tényleg, ugye, hogy csak aki párban él, többé már nem fél. Hogy ketten kell együtt harcolni az életet, és ők szeretnék is, csak valahogy nem sikerül. Mert egy kedves lény van az űrhelyén, úgy hívják mindezt, hogy azt hiszem, hogy a világ az folyton változik. Azt érezzük a mindennapokban. És ez a darab, ez pedig pontosan arról szól, hogy amikor a kis emberek, meg a nagyobb emberek kapcsolatba kerülnek a történelemmel, akkor ezt hogyan lehet túlélni, megélni, átélni. Ez egy tanulságos dolog, és amíg én szerintem színházak lesznek, ez a darab már egy élő klasszikus musical, azt mondjuk, de sokkal több ennél. Nagyon jó a szövegkönyve, és a muzsika annyira segíti azt a mondani valót, hogy próbáljunk meg embernek megmaradni, esetleg még ilyen, pont te mondod, ugye, hogy én, mert azért te, a te szereped, ugye, az egy nagy túlélő. El is mondod, hogy én nekem akkor is lesz, hogyha kommunisták lesznek, akkor, hogyha megy tovább az életünk. De hogy hogyan, természetesen. Az enyém is pont ezt mondja, hogy semmi, majd elmúlik. Csak hát nem mindenki tudja, és lehet nem csak lelkileg, hanem fizikailag túlélni dolgokat. És annak ellenére, hogy ez egy nagyon gondolatébresztő és elgondolkodtató darab, de tele van humorral, és az életünk ilyen. A tragédia az vonza magával a humort is. És ennek ez egy nagyon nagyszerű példája ez a darab, és remélem, hogy ezt az előadást éppen ezért is érdemes majd megnézni. Bíbáj, bíbáj, mit lehet rá mondani? Egy bíbáj, bíbáj, ámult a karokonak, ez a kisbaba, milyen szép. Piskót a reklámot beillenél. Bíbáj, bíbáj, mit tagadjam? Egyszerűen bíbáj, bíbáj, hogy is tudtak protikálni egy ilyen szép csecsemőt? Két ilyen csúfság, mint ők! Az én szerepem a kabaréban Koszt kisasszony, amit bevallom, és most lehet, hogy Ilona ne ülj meg. Én ezt kértem az Ilonát, hogy ne rám ossza. Én mondtam, hogy boldogan bevállalok egy asszisztensé. Én nagyon szeretem ezt a zenei világot, meg ezt a darabot. De én úgy gondoltam, hogy ezt egy 30-as, max. Épp 40 éves nőnek kell játszani. Jó. Elvállaltam, tehát innentől kezdve ezt magam mögött hagytam, és akkor azt gondoltam, hogy ezt magamból, és hogy egy olyan nő, aki igazából túl van a férfiakon, de belekerült egy örvénybe, és tök mindegy, akkor igyekszik jól kinézni, odapakolja magát, de túl van már rég a férfiakon, ismeri őket, és már nem tud mit tenni. Az egyetlen, néha kicsit pofátlan, néha szemtelen, de ez kell az ő túléléséhez. Clifford, jó éjszakát! De miért ilyen korán? Hát azt ígérte, hogy velünk... Ez a társaság nem nekem való. Ahogy gondolja, Ludwig úr. Kisasszony,
Mi régóta ismerjük egymást. Sok lakót küldtem magának, de... úgy látszik, hogy nem mindegyiket ismerem eléggé. Ezért hadd tanácsolom, gondolja meg, hogy mit csinál. Ez a házasság nem okos dolog. Remélem ért engem. A maga érdekében mondom. Mi a kifogása? Schulz úr ellen. Ő nem német. De hát itt született. Lehet. De zsidó. Én az Ernst Ludwig szerepét játszom, és nagyon örülök, hogy kaptam végre egy olyan szerepet, ami hát idáig ebben a színházban teljes mértékben elkerült, tehát a, úgymond a negatív karakter vagyok a darabban, de közben mégis próbáltam úgy, hogy ne ez legyen a lényeg, hanem hogy neki csak ő követ egy ideológiát, amit ő nem gondol szerintem rossznak. Tehát ő ezt gondolja, és akkor mindenki más pedig nem jól gondolja, aki ezzel nem ért egyet. És így is próbáltam az első felvonásban, próbáltam, hogy ez azért, hogy ne gondolják akár, hogy ez ki lesz. Tehát nem akartam előrevetíteni azt, hogy ő ki és hogy honnan jött, hanem hogy egy jó fej figura, a Márton, ugye, aki a Cliffordot játsza, aztán kiderül, hogy igazából ki is használja sok értelemben, és hát tényleg sok lehetőség volt benne, és hát remélem sikerült is úgy az alakításom ebben a szerepben, hogy a nézők esetleg, még aki ismeri is, lehet, hogy meglepődött. Hatalmas hír! Végre egyszer én is kaphatok jó hírt. Kíváncsi vagyok, ki találják-e, mi az a jó hír. Tessék? Hogy leszállították a hús árát? Sokkal jobb hír. Tessék? Kitört az általános világméretű megértés és szeretet. Hogy minden fegyvert elpusztítottak, és minden katonát leszereltek. Sokkal jobb. Hogy azától mindig minden program jó lesz, és önök mindig jól fognak szórakozni. Azért lehetetlennek kívánjanak. A jó hír az, visszatérkezünk, Sally Boys! Szó esett szerepálmokról, meg minden. Állítólag egy színésznek nem szabad elmondania soha, mert akkor nem fog beteljesülni. Én nem mondtam el, de kettő volt, és a másodikat ma este játszottam el. Szerencsés vagyok. Valószínűleg. Hogy mi az üzenete? Én erről színészként nem szeretnék beszélni. Jöjjenek el, mindenki jöjjön is nézze meg. Csörren a pénz, úgy cseng, mint a dal, úgy cseng, mint a dal, úgy cseng, mint a dal. Csörren a pénz, oly édes az aj, és nincs itt semmi baj. Miért lenne baj? Money, 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 money. Én elkezdtem dolgozni a Tudaida színházban tavaly beugrások garmadájával, aztán mesék tömkelegével, mondjuk azt, hogy 2-2, ez pont 4, és most megtalált engem szintén Darvasi Ilona felkérésére és Koltai Gábor bólintására. Ez a szerep, Clifford Bracho, nekem ez egy izgalmas dolog, mert folyton azt kérdezik tőlem, amikor egy ilyen, hogy mondjam, olyan emblematikusabb történettel szembenézek, hogy hát ugye, ez biztos, hogy neked ez volt a szerepem. Nem. Én sokkal hamarabb hallottam már azt, hogy akinek szerepálma van, az eleve hülye. Tehát én a szerepálomban nem hiszek. Én ezt megtaláltam most, vagy ez a szerep inkább megtalált engem, és sokat lamentáltam rajta, sokat dolgoztam rajta, sokat boltoltam saját magammal, hogy ezt hogyan tudom összerakni, és hát azért nem utolsó sorban Sally Bowles kisasszonnyal, és egyébként konferenci úrral, akik ugye Kisfaludi Zsófia és Cservenák Vilmos, nagyon sokat agyaltunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt egy olyan történetté varázsolni, ami egyrészt egy mese, másrészt pedig
nagyon szomorú valóság. A matrac oly széles, könnyen félünk el, de ha összehúzódunk, akkor nincs semmi hely. A színháznak hagyományos értelembe véve nincs tánckal. Színészek táncoltak. Ennek a színháznak nincs nagy statisztériája, lehetősége, pénze. Alapvetően azt gondolom, hogy elsősorban azért, mert kis színpadról van szó. Tehát úgy fogtuk fel a játékot, hogy maga a nézőté, a nézők, azok a kabarénak a vendégei, nekik szól a show műsor és az előadás, és hát voltak éppen, amit én ezzel szerettem volna sugalni, mondani, az ember ugye mindig többet akar, mint sem egy darabot színpadra állítani, és akkor azt hallgassák a szép melódiákat, és nézzék a színészek játékát. Én mindig sokkal többet akarok, én nagyon szeretném azt a hátteret érzékeltetni, amin a nézőnek el kell gondolkodnia, és hogyha ez egy kis katartikus élmény lehetőségét biztosítja, itt azért voltak nagyon szép pillanatok a nagyszerű színészi játék következtében, akkor azért a néző az eltűnődik a történelmen. Eltűnődik azon, hogy ugyan ez egy múlt század 30-as éveiben, majdnem 100 évvel ezelőtt játszódó történet, 90 évvel ezelőtt, de bizony legyünk résen, ne ismétlődjék meg a történelem. Figyeljünk egymásra, figyeljünk az ártó és rontó folyamatokra, figyeljünk azokra a kiszólásokra, azokra a jelenségekre, amire egy korban, ha nem figyelnek oda az emberek, akkor az a világ összezavarodhat, és nagyon bonyolultá válhat. Remélem, hogy ez a darab ezt a fajta katartikus felismerést pregnánsan tudja közvetíteni a közönségben. Hová tűntek a gondjai? Elfelejtették, én megmondtam. Nálunk az élet gyönyörű, a lányok gyönyörűek, sőt, még a zenekar is gyönyörű! Auf Wiedersehen, à bientôt. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt a mai Kulturális Magazin. Legközelebb a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.